Úton vagyok ugye a kilátótorony felé, de menet közben megláttam egy ilyen kis kilátópontot, itt is gondoltam megállok, kicsit körülnézek, és innen lehet rálátni igazán arra a hegyre, aminek a tetején előbb fönn voltam. Hát elég impozáns méretei vannak. Nos, lassan, de biztosan elértem a világítótornyot, itt a bejárata. Szerintem nagyon közel nem lehet menni, de amennyit lehet, azt megteszek értelemszerűen a látvány érdekében. Függönyöm, hogy az ablakok nem annyira koszosak, szerintem ezt a mai napig használják, és itt lakik valaki. Mindenhol birka örülékek vannak. Hát nagyon úgy néz ki, hogy ez a világítótorony be van zárva. Nem publikus. Lakat van a kapun. Megjött a másik feléhez, sajnos itt is le van zárva, nem nagyon lehet bemenni, úgy néz ki. Itt van a légkürt, látszik ugye, hogy ebből a helységből adták a hangot, és ezen a kürtön keresztül ment iszonyat hangerővel nagyon-nagyon-nagyon messzire. Hangja, abban jelezték, hogy itt a szárazföld, illetve látszik ez a fogas léckörbe, ezen keresztül lehetett forgatni. Hogy melyik irányba szerették volna a hangot küldeni. Nem tudom, mennyire látszik, de hát ez, a szava úgy néz ki, hogy ez ki lett ürítve. És valaki septében hagyta el a helyet. Hát megmondom őszintén, nem bírom megállapítani, hogy most ez működik ez a világítótorony vagy nem, mert egy-két szoba így hirtelen van kiürítve, viszont itt vannak az üres üvegek, mondjuk a hűtő ki van ürítve, ez jelenthet valamit. Na, majd látjuk. Nagyon néz ki, hogy el van hagyatva. Aha. Thank you.
Így néz ki maga a világított arany. Nincs itt senki rajtam kívül, ki vannak üdítve a helységek. Nagyon pakoltak, hogy elnézem, mert itt jön a mikor, nem úgy van, hogy van. Lehet, hogy csak bezár hétvégére. Bácsi, eljött ugrázni a legalkalmasabb lábbelivel. Ezt magyarázza el nekem valaki, aki tudja. Itt van két rész. Most egyik lépcsős, attól tekintsünk el. Jön lefele egy brit ember itt. Én megyek föl itt. Miért megy inkább be a bokorba, ahelyett, hogy átmen a túloldalra? Tehát, hogyha vezetni, ráadásul idős bácsi volt, ketten is voltak, és látszott a britek, mert brit feje volt, ha 70 éve a bal oldalon vezet, akkor gyalogolni miért akar a jobb oldalon? Na, hát a birkák tudják a választ. Úgy érzem, nekik jobb a kondiuk. Hello! Ahogy Zoli visszaért a világított arany felfedezéséből, rögtön elindultunk, hogy aznapra egy szálláshelyet keressünk. Először egy kikötőbe mentünk, de ott csak nyuszikat találtunk, de megfelelő szálláshelyet nem. Aztán tovább indultunk, és ismét úton kóborló állatokba futottunk. Ezek az állatok adták meg a túra igazi hangulatát. Jaj, hello! Most pedig egy esti életkép következik, amikor Zoli neki áll főzni. Ma vettünk, milyen ízesítés? Eper és lime. Vodkát vettünk, igen. És... én csak egy kicsit kértem direkt, mert amúgy Béliszt akartam inni csak a maradék kávéhoz. Zoli rögtön egy felestöntött magának. Csak éppen, hogy belenyaltunk, 38%-os, úgyhogy... fokos. Fokos. Én mondtam, hogy kérek hozzá kísérőt, de még nem kaptam, úgyhogy még arra várunk. Milyen kísérőt szeretni? Tea? Teát. Az van itt hozzá, esetleg kávé, vagy Red Bull tudok adni? Nem, megkaptam az üdítőmet. Mert nem szoktam már mostában inni csak ilyen kis bélízeket, úgyhogy azért 37 fokos nem tette vissza a párnát. Jajjaj. Amúgy azért ülök itt most kint, mert megérkeztünk a szálláshelyre. Bocsánat, ott a tenger. Csak nem tudunk kimenni, nem akarjuk nyitogatni az ajtót, mert megint ezek a kis
törpeszúnyogok, az, ahogy kilépünk, rögtön tele lesz a kocsi vele, meg szétcsípnek minket, úgyhogy most Zoli bemenekült először oda, és akkor úgy volt, hogy ő rántottát csinálna, most eddig ez sikerült. De majd előbb-utóbb az is meg lesz. Hát így kezdődik a rántotta. Na jó, ígyük meg, aztán meglátjuk. Eszünk-e még ma? Én csak kocintok, mert így nem tudok. Tedd már innen el ezt nekem, ezt a feles majd. Ja, jó. Ja, ilyen pici kis sörnyitónk van. Mert a másik sörnyitó hátul van. És ez ilyen kis, nagyon, ez nem svájci bicska, ez valami, nem tudom, ilyen. Svájci bicska utánzat, de... Igen, igen. Ja, mit rakják el? Azt már le fogom várni. Én kiszorultam. Egészségünkre. Egészség. Érzed benne a lime-ot, vagy a strawberry-t? Nem! Azt az tőle! Ez vodka. Ez tömény vodka. Flavored, persze, ízesített. Beszínezték egy kis piros valamivel. Oh. Nem erre készültem, meg van őszintén. Mondjuk, hogy 37,5%-os, azért az már sejthette, hogy ez nem valamilyen tingli-tangli, nem tudom. Hogy hívják ezt ezeket a piákat? Ilyen pancsolt. Parti. Ja? Parti ital. Tehát nem ilyen lónyál, az nem, a lényeg. Nem lónyál. Ez de hogy hol van benne a strawberry, meg a lime, azt úgy, ezt kihagyták. Elmentek egyszer egy strawberry farm mellett, amikor itték a vodkát, kb. Annyit látom. De... Azt hittem lehúztad egybe az egészet elsőre. De ráadásul Millerrel küldöd meg. Vodkás sörrel, hát mivel lassan? Hát nem is, tejcsivel. Így másodszorra. Először nagyon megüti ugye az embert a vodka íze, de másodszor már kicsit jobb. Jó van. Na. Na, most már nem fogunk fázni. Azért iszunk egyébként, mert most elég hűvös van kint is, hogy ne fázzunk. Uh-huh. És nyáron mi a... Nyáron meleg van? Nyáron meleg van, mert az iszunk egészségre. Köszönjük, hogyha végignézted a videót. Annyit zárójelben megegyeznék, hogy Zoli igazán finom rántottát tud készíteni, ami nem csak alkoholos és folyékony állapotú. Remélem a következő részben is találkozunk, ha még nem tetted meg, iratkozz fel, lájkolj és kommentálj, ezzel segíted munkánkat, és annál több utazós videót tudunk veletek megosztani. A végére pedig fedélzeti kamerás felvételt mutatok nektek, amit a Sky szigeten készítettünk, egy kicsit esős időben. A következő részben remélem találkozunk, sziasztok!